A 18. kerületi sporthorgászok az 1950-es évektől pecázhatnak a régi bányatónál. Az egy hektáros terület 80%-án elterülő vízben ponty, kárász, csuka és harcsa él. Évente többször telepítenek ide halakat, egy-egy alkalommal 2 és 5 mázsa között, de az ősszel 10 mázsányit költöztetnek a Balázstóba. A nagy mennyiségre szükség is van, mert a napi pecázás mellett több versenyt is rendeznek a Lőrinci Horgász Egyesületnél. Hosszú hagyományokra tekint vissza. 4 órás verseny, reggel nevezési díjjal, illetve sorsolással, 8 órakor kezdéssel, és 12 órai végzéssel. A kifogott halakat értékelik súlyra, illetve darabszámra. A legközelebbi horgászversenyt szeptember 17-én rendezik az Egyesület tagjainak. A 60 tagból 30-an rendszeresen vesznek részt a megmérettetéseken. A legfiatalabbak 14 évesek, de horgásznak itt kisgyerekek is, akik egyedül még nem, de felügyelettel már foghatnak halat. Az Egyesületnek számos nyugdíjas tagja is van, akik a téli fagyok beálltáig járnak a vízre. Orra tavasszal inkább kárászt, ilyenkor meg már pontyot vagy amurt, szóval most is ilyen halak vannak benne. A horgásztónál az ivóvíz és az áramellátás is megoldott, úgynevezett esőbeállókat és padokat is felszereltek a kényelmesebb időtöltésért. Naponta 1 darab nemes és 3 kg egyéb halat, kárászból 10 darabot lehet maximum kifogni. A Balázstó a Vajk utca 8-as szám alatt található, Kőbánya-Kispest metró végállomásról a 82-es, 98-as, valamint Kőbányáról a 17-es busszal közelíthető meg.